lassan 15 éve, hogy pappá szentelték, ebből 5. évet teljesít bátaszéken szolgálatot. Ma Kürtösi Krisztiánnál járunk vendégségben. Üdvözlöm, atyám! Nagy szeretettel köszöntöm Önt és a televízió nézőit is. Hát az első kérdésem az lenne, hogy hogyan és honnan került ide mi hozzánk? Hát közelebbről Döbrök közből helyezett ide a püspök úr, távolabbról Nógrád megyéből származom. Pászton születtem, mellette egy kis faluban, Kozárdon nőttem föl. Középiskoláimat Balassagyarmaton végeztem, 5 évet ott tanultam, majd onnan Pécsre kerültem a pálos szerzetesek közé. Pálos szerzetes voltam 9 éven keresztül, majd ezután a Pécsi Egyházmegyébe kértem, hogy szolgálatot teljesíthessek. És közel 10 éve, most már itt a Pécsi Egyházmegyében végzem a lelkipásztori szolgálatot. Hogyan jön egy ember életébe, hogy ő papi hivatást szeretne választani? Azt gondolom, hogy mindannyiunk életében más-más módon szólít meg az Isten, akit papi hivatással áld meg. És azt gondolom, hogyha újra és újra megszólítunk egy atyát, hogy neki hogyan alakult a hivatása, mindegyik más lesz. De egyben közös, az pedig, hogy az Isten szólította meg. Én 9 éves koromtól gondolkodom rajta, hogy mondhatom azt, hogy gyerekként eldöntöttem, hogy pap szeretnék lenni. És ez a tudat, ez a hivatás érzet, ez egész végig elkísért, mind a középiskolában, mind pedig a teológián. És azt gondolom, hogy a szenteléssel pedig az emberben beteljesedik, vagy nem is, hogy beteljesedik, átalakul, megérik az a hivatás. Hiszen a papszentelés után is az ember újra és újra igent kell mondjon az Istennek arra a hívásra, amire őt megszólította. És emlékszik az atya, hogy ez mi volt ez a pillanat, vagy ez a pont, amikor... Hát nem volt látomásom, nem volt misztikus élményem, nagyon egyszerű dolog, és mégis azt mondom, hogy az Isten megfogható hívása benne volt. A plébánosomnak a példaadása, a szolgálata, az, ahogy odaállt az oltárhoz, azzal, hogy szolgálta a híveket, közöttünk volt, emberek között, az volt egy olyan pont, amikor azt mondtam, hogy én is ezt szeretném tenni. Én is így szeretném az életemet betölteni, mint ahogy azt ő betöltötte, és ahogy ma is betölti, mint nyugdíjas lelkipásztor. Akkor a családja is gyakorló katolikus volt? Nem mondanám, hogy az a nagyon nagy katolikus család volt, de katolikus volt mindenki. Ez abból is adódik, hogy azon a vidéken, ahonnan származom, színkatolikus községekről beszélünk, hiszen a palócoknak a lelki világa az nagyon összeforr a katolicizmussal, de nem volt az az elmélyült katolikus élet. Az a megszokott vasárnapi kereszténység volt, inkább így mondanám. És mikor kezdett el ezzel foglalkozni igaziból? Tehát 9 évesen rájött akkor, hogy pap szeretne lenni, mikor tett is érte? Azt gondolom, hogy attól a pillanattól, amikor az ember megérzi, hogy az Isten hívja, őt szólítja, akkor már elindul benne az a folyamat, hogy tenni kell érte. Talán gyerekes módon is megnyilvánul ez, abban, hogy otthon az ember oltárt épített, misézett, utánozni próbálta azt, amit a templomban látott, és hát nyilvánvaló ott voltak azok is, hogy minden áldott nap mentem a Szent Misére, minisztráltam, részt vettem a szertartásokon, később, amikor már növekedik az ember, akkor felolvas a templomban, olyan könyveket olvas, olyan dolgokban vesz részt, ami egyre jobban elmélyíti a papi hivatást. Nem volt esetleg, nem azt mondom, hogy probléma, hanem később ebből esetleg a gimnáziumban, amikor ön már tudta, és gondolom az osztálytársai is tudták, hogy ön pap szeretne lenni, ebből problémája mégiscsak ez a szó jut eszébe. Nem. Nagyon pozitívan álltak hozzá az osztálytársaim. Persze egy-egy ércelődő megjegyzést mindig tesznek az embernek, ebben nem szabad belekapaszkodni. Az osztálytársaimnak a 99%-a és a pedagógusoknak a 99%-a nagyon pozitívan állt ahhoz, hogy pap leszek.
Ez az is bizonyítja, hogy amikor a papszentelésen volt, a középiskolai tanáraim nagy része jelen volt a papszentelésemen, ott voltak az első misémen. Az is mutatta, hogy ők is együtt drukkoltak, és együtt voltak abban, hogy a hivatásom kiteljesedjen. A másik dolog pedig az is egy nagyon szép megnyilvánulás volt, hogy a középiskolából, Balassagyarmatról, nem csak a mi középiskolánkból, a másikból is adódott papi hivatás. Nem volt ismeretlen. Nem volt idegen, hogy jaj, egy fiatal akár pap akar lenni, vagy egy fiatal lány apáca akar lenni, ez természetes volt. Tehát, hogy egy-egy jel, hogy az Isten újra hívott a közösségből valakit. És hogyan volt tovább aztán? Ugye az érettségi után, ahogy mondtam is, Pécsre kerültem, Pálos szerzetesnek, az egyetlen magyar alapítású szerzetesi közösségbe. Ugye Esztergomi Boldog Özséb alapította ezt a közösséget Esztergom környékén, összegyűjtötte a remetéket, és egyetlen egy küldetésük volt, hogy az akkori Magyarországért, később pedig ez a tudat még inkább beleívódott a rendbe, hogy a magyarságért, magyar nemzetünkért, vagy ahogy a pálosok szokták mondani, édes magyar hazánkért adjuk az életünket engesztelésben, imádságban és a szolgálatban. Ez egy kamasznak, egy fiatalnak nagyon vonzó volt, hogy valamiért odaadhatjuk, amellett, hogy pap akarok lenni. Ez a lelkiség mai napig megvan bennem, attól függetlenül, hogy a rendből átjöttem az egyházmegyei szolgálatba. Ott végeztem a teológiát, a pécsi teológián, onnan jártunk be a kolostorból, a főiskolára, nagyon szép évek voltak. Nagyon hálás vagyok a tanáraimnak, atyáknak, akik tanítottak bennünket, és egy nagyon jó közösség volt akkor, és gondolom most is, de hát akkor még itt tanultak a pécsi egyházmegye kispapjai is, együtt voltak a szerzetesek, világiak, egyházmegyés papnövendékek. Egy külön világ volt, élmény volt odajárni, mert nem csak mi gazdagodtunk, hanem egymást is gazdagítottuk. Egy igazi testvéri közösség volt, ahol jól érezte magát az ember. És hogyan kell elképzelni egy ilyen szerzetesi napot? Vagy ott van egy terület, amin belül mozognak? Igen, van egy kolostor. A kolostorban napi rend van, ahol amit a szerzetesek persze pontosan megtartanak. Ugye minden nap 5 órai ébresztő volt. 6 órakor kezdődött a közös imádság, az úgynevezett zsolozsma elmélkedés, majd ezután a Szent Mise, és a Szent Mise után a közös reggeli eltöltésével indultak el a növendékek a főiskolára, és ugyanúgy, mint a többi, mint az egyházmegyés papnövendékek vagy a világiak, ott voltunk mi is az főiskolai órákon, majd a főiskolai órák után visszatértünk a kolostorba. Ez annyiban különbözött a világiakétől, hogy akkor nekünk újra az imádság kezdődött, a közös zsolozsma, közös ebéd, és hát délután pedig a stúdiumok. És a stúdiumok után, amikor a növendékek a tanulmányaikat befejezték, akkor volt egy szabad idő, amit eltölthettek a kolostoron belül. Mindenkinek megvolt a maga feladata. Volt, aki könyvtáros volt, volt, aki a liturgiáért felelt, volt, aki a konyháért felelt, minden testvérnek megvolt a maga területe. És este pedig ugyanúgy a zsolozsmával fejeződött be, a közös imádsággal, este 9 órakor, onnantól pedig szilencium, úgynevezett csend volt a kolostorban. Mindenki a cellájába, szobájába visszatért, ahol imádságban vagy olvasással, pihenéssel tölthette az idejét. És mi sarkalta arra az atyát, hogy ott hagyja a szerzetes rendet, és aztán... Egyetlen egy dolog a lelkipásztori szolgálat. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy a pálosok akkor teljes egészében a szemlélődésnek és a úgynevezett remete közösségnek éltek. Ez nekem, ma már kimerem mondani, kevés volt akkor. Szerettem volna tenni, szerettem volna lelkipásztorkodni, és én úgy érzem, hogy a gondviselés megadta azt a lelki örömet, hogy valóban lelkipásztor lehetek, lelkipásztori szolgálatot végezhetek a hívek körében. És úgy gondolom, hogy azzal, amit a pálos szerzeteseknél, a közösségben, a kolostorban kaptam, azzal igazából én lettem gazdagabb, lelki értelemben is. Mert annak ellenére, hogy lelki pásztor az ember,
azt a 10 évet, amit ott megélt, azt a lelkiséget, azt a spiritualitást, azt magával hozza, azt nem tudja levetni, és nem is szabad. És ez a lelkiség, ez nagyon sokszor erőt ad, nagyon sokszor támogatja az embert, megtartja az, amit akkor kaptam, és ott kaptam a rendtársaimtól, szerzetes társaimtól és a közösségtől. Akkor ezt mondjuk ajánlja esetleg egy fiatal papnak készülő ifjúnak, hogy... Nagyon óvatos az ember, amikor bármit is ajánl, mert mindenkinek más a hivatása. Más utat jár be. De azt feltétlenül ajánlanám mindenkinek, hogy egy időt intenzívebb imádságban tudjon eltölteni. Mert abban az intenzív imádságban kialakul a papban, vagy a jövendőbeli papban az a kapcsolat, ami az Istennel őt összeköti. Egy olyan szoros kapcsolat, ami majd később átsegíti őt, akár a negatív dolgokon is, de hát az örömön is, és a boldogságon is. Tehát segít megélni azt, amit hogy a mindennapok, hétköznapokban túl tudjon lépni, hogy van valahová visszanyúlási lehetőségem, tudok meríteni. Ez olyan, mint a mézes vödör, amiből mindig tudok egy kicsit meríteni, hogy megézesítsem, megédesítsem a napjaimat. Ez pedig az Istennel való kapcsolatunk. Hogyan történt a szentelés? 2006. április 22-én volt a papszentelésem, Isten irgalmasság vasárnapi előtti szombaton, ez húsvét utáni szombat, akkor szenteltek pappá Budapesten az egyetemi templomba. Ennek egyetlen egy oka volt, hogy ott szenteltek, valamikor ez ősi pálos templom volt, az egyetemi templom, a másik pedig azért is történt így, mert a rokonságom, szüleim, nagyszüleim ugye Nógrádból jöttek, és hogy ne kelljen olyan messzire utazni Pécsre, ezért félúton történt a papszentelésem. A papszentelés után másnap volt szülőfalumban az új mise, április 22-én, majd ezután nem sokkal Budapestre helyeztek, a Szikla templomba, ott voltam egy évig káplán, majd ezután Mária Nosztrára plébános házfőnöknek kerültem, és innen kerültem vissza a Pécsi Egyházmegyébe, Tolna megyébe, Kakasdra, Sióagárdra. Ez volt itt az első lelkipásztori szolgálati helyeim. És azután? Mennyi időt töltöttem? 3 évet töltöttem. 3 év alatt elmondhatom, hogy nagyon gazdag lelkipásztori tevékenységünk volt a hívekkel közösen, nagyon sok szép élményünk, nagyon sok szép lelkipásztori dolgot meg tudtunk valósítani. Nagyon sokan jártak a templomba, mind hétköznap, mind pedig vasárnap, vagy a különböző szertartásokra, hitoktatásra, katekézisre. Innen rövid időre Máriagyűdre kerültem, majd ezután Döbrök közbe teljesítettem 4 évig szolgálatot, ott elláttam Döbrökköz, Kurd, Csibrák, Gyulaj, és emellett pedig még bejártam a Dombovári plébános úrnak segíteni a kórház lelkészségben. Így még gazdagabbá vált a lelkipásztori terület és a szolgálat is. Ott is nagyon-nagyon sok szép élményem volt, akár melyik 4 községről teszek említést, de magában a kórház szolgálatban is, ami nem volt mindig nagyon könnyű, de nagyon sok szép lelki élményt hordozott magában. És azután került ide Bátaszentesre? Igen, 2016. augusztus 1-jével helyezett ide Udvardi György érsek úr, akkor még pécsi püspök, és azóta teljesítem itt a szolgálatot. A bátaszéki, a dunaszekcsői, a bátai, a pörbői, alsónyéki, a mórágyi, a mőcsényi, bátaapáti hívek körében. Amely területet gyakorlatilag, ha megnézzük, 50-60 évvel ezelőtt 9 pap látott el. Jelenleg mi ketten látjuk el, még amellett János atya végez nyugdíjasként kisebb-nagyobb szolgálatot, segítséget. És milyen így
vált a széken. Mint minden egyes szolgálati helynek megvan a, meg a mássága, maga összetétele, én azt gondolom, hogy 4 év után otthonra találtam azért vált a széken. Hogyan fogadták itt Bátaszéken a hívek? Azt gondolom, hogy szeretettel fogadtak. Nagyon sok emberi kapcsolat kialakult, nem csak a templomba járó hívekkel, hanem azokkal is, akik egy kicsit távolabb vannak a templomtól vagy az egyháztól. Barátságos a kapcsolatunk. És hogy érzi magát ezen kívül itt Bátaszéken? Mik a tervei? Igazából a nagy terveket nem szövök, hanem a mindennapokat szeretném megélni, különösen most ebben a koronavírusos helyzetben, amiben azt gondolom, hogy lehetőségünk van arra, hogy az imádságban elmélyüljünk. Egy kicsit az ember magában rendet teremtsen, és a jövőjét valahogy másként próbálja tervezni, mint ahogy eddig volt. Talán nyitottabbá kell lennünk, befogadóbbakká kell lennünk a közösségben, nagyobb otthont kell teremtenünk azoknak, akik érdeklődnek vagy távolabb járnak az egyháztól, hogy megérezzék azt, hogy amikor belépnek az egyház életébe, az egyházközség életébe, akkor egy családra találnak. És ezt a családi hangulatot, és a hangulatra itt nem az érzelemre gondolok elsősorban, ezt kell megteremtenünk, ez a tervem a jövővel kapcsolatban. Hogy az is, aki távol van, közel érezze magát Krisztushoz, és magához az egyházhoz is. És ebben a jelen helyzetben ez könnyebb most, vagy nehezebb? Nem mondanám azt, hogy könnyebb vagy nehezebb, más. Másként kell megszólítanunk az embereket, más lehetőségeket is ki kell használnunk, akár a technikának a lehetőségét is, akár a Facebookon megszólítani az embereket, vagy más lehetőségekkel, televízión, újságon keresztül, de a személyes kapcsolatot nem szabad felfüggeszteni. Tehát, hogy a személyességre törekednünk kell, mert a személyes emberi kapcsolatokon tudunk igazából az emberek életébe belépni, és azáltal, hogy belépünk, az Istent is elvisszük hozzájuk. Tehát távoktatás az egyházban, ami most ugye hitoktatásnál, oktatásban jelen van, a hitnek a megélésében nagyon nehezen lehet megvalósítani. Mert a személyesség az nagyon fontos. Az mindennél fontosabb, mert maga az Úr is erre törekedett, hogy személyes legyen, egy hangvétel legyen, amiben megszólította, amiben lehajolt, amiben megszorította az embernek a kezét. Még az nagyon érdekelne, atyám, hogy hogyan néz ki egy katolikus papnak a napja? Ez is egy változó. Minden nap más, de van ennek is egy kerete. Ugyanúgy, mint ahogy a szerzetesi közösségben megvan egy napirend, én úgy gondolom, hogy minden lelki pásztornak megvan egy sajátos napirendje. Nyilván az adott hely is hozza magával, az adott személynek a habitusa is, hogy milyen lesz a napirendje. Nekem is megvan a saját napirendem, ugyanúgy, ahogy a szerzetesi közösségben mai napig 5 órakor kelek, pontosan azért, hogy magam körül el tudjam rendezni a dolgaimat, és hát természetesen, hogy a napi imádság, elmélkedés meglegyen, hogy úgy tudjam kezdeni a napot, hogy igazából az első állomás az mindig az Isten legyen. És ezután nyilván a plébánián adódó feladatok, szolgálatok következnek, akár az irodában, akár időseknek vagy betegeknek a látogatásában, vagy akár a mesterekkel való tárgyalások alkalmával. Tehát megvan a napi rutin is, de amellett törekedni kell arra, ezt magamnak mondom leginkább, hogy a lelki életem az megmaradjon. Minden áldott nap misézem, minden este van szent mise, itt a bátaszéki templomban este 6 órakor, hétköznapban, most a téli időben ugye Bátán hétköznap nem tartunk szent misét a Szentvérben, de Dunaszekcsőn van minden szerdán reggel szent mise. A hívekkel próbálom
tartani a kapcsolatot, amennyire egy ilyen nagy területen lehet tartani a kapcsolatot. Inkább a szombat-vasárnap az, ami egy kicsit zsúfoltabbnak tűnhet, mert akkor több irányba megy a lelkipásztori szolgálat. Hogyan készül fel az atya egy szent misére? Ezek a prédikációkat, ezt minden misére külön igen, írja? Természetesen, igen. Én minden prédikációmat leírok vázlatosan. Vázlat nélkül sohasem állok oda a hívek elé. Ennek két oka van. Megtisztelem őket azzal, hogy fölkészülök magam tudása, adottsága, embersége alapján, hogy akik eljönnek, meghallgatják az Isten igéjét, azok egy fölkészült valakivel találkozzanak. És ami még ennél is sokkal fontosabb, az Isten iránti tiszteletem. Tehát, hogy az Istennek is megadom azt, hogy igenis fölkészülök, hogy amikor őróla teszek tanúságot, őróla beszélek, akkor az mindig úgy történjen, hogy arra készültem. Az a készület az lehet közelebbi is, lehet távolabbi készület is. És lehet a készületnek azt is mondani, sőt a legfontosabb a készületnél, hogy imádsággal fordulok feléje, hogy mit mondjak, mi az, amivel meg kell szólítanom vasárnap vagy ünnepen a híveket, mi az, ami többet tudok adni nekik, hogy akár csak egy mondatot visznek el magukkal. Mert nincs az a rossz prédikáció, amiből egy mondatot ne lehetne elvinni magukkal. És azt gondolom, hogy ha egy kicsit azt a rosszat már jobbá tesszük, akkor nem csak egy mondatot visznek, hanem egy hétre való, gondolkodni való. Talán az egy mondat közelebb viszi az Istenhez, a megtéréshez, az életének a megváltoztatásához. Nem könnyű kiállni az emberek elé. Azt gondolom, hogy 15 év papság után is elmerem mondani, nem szégyellem, hogy ugyanazzal a drukkal, ugyanazzal a izgalommal állok oda a hívek elé prédikálni, mint az első alkalommal, amikor papszentelés után odaállítottak, hogy mától neked kell prédikálni ezen a szent misén. Ez jó dolog, mert nem hagyja, hogy az emberben ellaposodjon, megmarad egy egészséges drukk, és azt is tartja bennünk, hogy készülni kell. Persze az évek folyamán van egy kialakult sajátos rutin az emberben, de a rutin nem ölheti meg a készületet. A rutin nem teheti tönkre a lelkiséget. És ezért jó, hogyha az emberben van egy belső kicsi drukkolás, hogy na most mit tudok átadni. És azt is el kell mondanunk azért egy prédikáció előtt, hogy nem biztos, hogy nekem kell mindig beszélni, hanem az a lélek szóljon belőlünk, aki szólt az apostolokból pünkösd után, amikor Péter kiáll az emberek elé, és tanítani kezd pünkösd vasárnapján, amikor kiállnak az apostolok, és elindulnak, hogy hirdessék a világ minden részén az Isten igéjét, az a lélek szóljon belőlünk is. És akkor biztosak lehetünk abban, hogy ha az a lélek szól, aki belőlük szólt, akkor az egyház élővé tud lenni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy itt lehettem és riportot adhattam. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra.